Az oromi gabonatároló vállalja a termények tárolását, amennyiben azok nedvességtartalmal nem haladja meg a 13%-ot. A kukorica felvásárlási ára jelenleg eléri a kilogrammonkénti 24 dinárt, viszont a termelők 70%-a a tárolóhely hiánya miatt már ősszel eladta termését. Az újabb trendek azt mutatják, hogy a termelők áttértek a korai hibridekre. Tehát a 300-400, esetleg 500-as érés éréscsoportú kukoricákra, amelyek már ősszel beszáradnak, tehát tárolhatóak, keves, egyre kevesebbet góréznak. Illetve az ősz végén, tél elején, mikor a kukorica felvásárlási ára elérte a 20 dinárt, nagyon sok termelő eladta a már beraktározott kukoricát, illetve akkor neki fogtak morzsolni, mert úgy ítélték meg, hogy ez egy nagyon jó ár. A terményáraknak évekig így kellene maradniuk, hogy kifizetődő legyen a termelés, mondta Bata Erzsébet, a magyar kanizsai gazdakör elnöke. A sziberuházások jócskán drágák, mert megindult az üzemanyagára fölfelé rohamosan naponta, szinte egy dinárral drágul, szemmel láthatólag a műtrágya 30%-kal körülbelül drágább, mint tavaly ilyenkor. A magvakat nagyon nehéz beszerezni, egyes fajtákhoz hozzá sem jutnak a termelők, amit már praktikusnak tartanak, és amit már kipróbáltak, kénytelenek újabb pró próbálkozni újabb fajtákkal, ami megint kérdés, hogy hogyan fog sikerülni. Az idei évre ismét nyomott felvásárlási árat jósolnak a kukorica esetében, bár már tudni olyan előszerződésekről, amelyeket 18 dinára kötöttek le. A búzáért 20-22 dinárt ígérnek, mondta Vajda Bernárd.